A Hungária Takarék Dombóvári fiókjában 20 esztendeje a társadalmi szerepvállalás jegyében támogatják a tehetséges alkotókat. 1998-ban, amikor a Völgységi Takarék Szövetkezettel egyesült Egyházvidéki Takarék Szövetkezet, akkor az akkori elnökünk Braver János nagy műpártoló volt és támogatta a térségben működő amatőr, illetve tehetséges, aktív szereplőket. Ebből adódóan, amikor 98-ban Dombópár utcában az első Völgységhegyház takarékot megnyitottuk, akkor már teret biztosítottunk erről a Bonyhádról induló gondolatnak. Az elmúlt 20 év alátámasztotta, hogy mindenféleképpen érdemes foglalkozni azokkal az emberekkel, akik egy picit másképp látják a világot, mint mi, és ezt akár meg tudják plastikusan is jeleníteni. Nagyon örülök, amikor újból és újból, hónapról hónapra új alkotók kerülnek ide, és mindez azt gondolom, hogy az én örömömön túl helyi lakosság és az ide betérő, vidékre is betérő embereknek alkot egy teljesen más képet pénzintézetünkről. A pénz szigorú és a humánumtól távol eső világában üdes színfoltként jelennek meg a tájképek és az ember ábrázolása. Lestákié Hunor középiskolás kora óta alkot. Saját bevallása szerint elsősorban az emberalkotások érdeklik, a természeti képek számára egyfajta kísérletet jelentenek műfaji sokszínűségének kialakítására. Az, amivel foglalkozom, erre nem lehet tudatosan készülni. A grafikai alapok elsajátításához Bonyhádon egy híres és méltán elismert festőművész Kovács Ferenc segített hozzá. Ezt követően gondoltam a magam kis erejével, hogy talán a festészet lépcsőire is felléphetek, azáltal, hogyha autodidakta módon fejlesztem magam. Sok olvasás és az internet belépésével egyidejűleg kitárult nekem is a világ, és nem kellett nemzetközi porondokon galériákat látogatni, hiszen egy kattintással elérhető volt már minden. És mások példáján előre haladva én is megpróbáltam meglovagolni a hagyományos értelemben vett modern kortárs festészet technikai elemeit, és létrehozni valami olyat, ami még a teljes palettáról esetleg hiányzik a magam kifejező eszközével. Arcképeket kezdtem el korábban festeni, majd teljes alakos férfi és nő alakzatok alakultak ki. Ezeket volt, hogy csoportba és témába rendezgettem, tájképes illusztrációk és komplex alkotások így készülhettek el egy rövidebb tervezési szakasz előkészítésével. A jelen kiállításban szereplő 26 képnek körülbelül egyharmadát teszik ki a csendéletek, egyharmadát a figuratív és egyharmadát a tájképek. A témáim jó részét tervezéssel, más részét fotók felhasználásával készítem. Az emberben az egyénisége érdekel, mondja Lesták Hunor. Azt keresem az emberben, amit pillanatként ki tudok belőle szorítani. Az ember ábrázolásnál a portrék tekintetében a tekintet számomra a legfontosabb, hogy sugározzon valamit, hogy kifejezzen valamit. Nyilván ennek a műfajnak számtalan korábbi alkotó próbált és tudott is hangsúlyos alkotásbéli eredményeket produkálni, és mai alkotók többsége szeretne a nyomukba és a nyomdokukba lépni, és ezáltal valamiféle
nevet szerezni magának, talán ez egy jó szó. Ma ugye egy digitális technológia világában élünk, ahol nem csak papírra, hanem digitális táblára is lehet vetni ötleteket, gyors színezéseket, térbeli elhelyezéseket. Ehhez formai nyersanyagokat lehet a természetből egy helyszínre való kivonulás alkalmával, illetve beszerzett fotó alapján, montázsok alapján össze lehet vágni egy olyan nyersanyagot, ami segítség lehet, nyersanyagbéli segítség lehet ahhoz, hogy a kidolgozás, az előkészítés után következő kidolgozás majd formát öltsön a végső panel felületen.